Mikor utoljára beszélgettünk, azt mondtad, hogy a születi fesztivál szervezése olyan 90-95%-on van most. 100% már? Én azt gondolom, hogy igen, most már 1-2%-kal mondhatunk kevesebbet a 100-hoz, hiszen a 100-at azt akkor érjük el, amikor elkezdődik a rendezvény. Úgy néz ki 2 héttel a rendezvény előtt, hogy minden rendben van? Tehát minden program megszervezve, megoldva minden gond? Igen, most már a rendezvények, programok le vannak szervezve, háttér munkák zajlanak még, ugye delegációk érkeznek testvértelepülésekről, az ő elszállásolásuk, étkeztetésük van most soron a szervezésben, illetve tolmácsok megszervezése, ezek a háttérmunkák zajlanak még. Ha már ezt említetted, akkor kezdjük ezzel. Minden testvér településről érkezik delegáció? Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Csarmaságról nem érkezik nagyobb delegáció, csak 1-2 fős delegáció polgármester úrral. Valószínűleg csak 1-2 napra nem maradnak itt végig, mert más kötelezettségük van otthon, és így például a sátrat se tudnak állítani, hogy az lenni szokott. Hodelszauzaniek 40 fős delegációval érkeznek ők, sátrat is állítanak és tevékenyen részt vesznek a programokban, színpadon is lesz 2 féle német fellépés, és emellett most a nagyenyedieket is fogadjuk, akik ugye az iskolának egy régi kapcsolata, de most városi szinten is meghívtuk őket, szintén egy 40 fős delegációval, amiben az ottani iskolából, ugye a Bethlen Gábor kollégiumból és a város részéről is lesznek delegáltak. És a nagy enyediek is fellépnek a színpadon, mert emlékszem, hogy volt, hogy szerepeltek. Igen, néptánccal fognak szerepelni ők a színpadon, ugye ott Erdélyben és környékén is, hát nagyon-nagyon sokan néptáncolnak, úgyhogy majd tőlük is. Ahogy a sarmaságiaktól szép néptáncot szoktunk látni, én azt gondolom, hogy a nagy enyedi részéről is ez így lesz. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor kifelejtettük az előrendezvényeket, akkor most kezdjük talán ezzel. Nagyon fontos, hogy csütörtökön 5 órakor előrendezvénnyel nyit tulajdonképpen a Szüreti Fesztivál itt a Művelődési Házban. Ekkor kiállításokat fogunk megnyitni, ami nem csak a Művelődési Házban, hanem különböző helyszíneken lesz a hétvége során. A Művelődési Házban Kévés Andor fotói, illetve Bíró Csilla tervező grafikus munkái lesznek majd megtekinthetők. A helytörténeti gyűjteményben maga a gyűjtemény, és Lehocki Ferenc németországi fotóiból fogunk kiállítani. Az Egyesített Szociális Intézményben pedig Ficsor Eszter és Bazsa Enikő foltvaró munkái, valamint Bodászhausen képekben című kiállítást is megrendezzünk, amely képeket már a bodászhauseniek elküldték a nyár folyamán a tűzoltó delegációval, és ezeket már fel is tettük, előre vagyunk ezekkel a munkálatokkal is, és egész hétvégén megtekinthető lesz. Jól értem, akkor ez mind pénteken lesz ezeknek a kiállításoknak a megnyitó? Csütörtökön, 17 órakor, és mindet itt nyitjuk meg a Művelődési Házban, utána mindegyiket meg lehet tekinteni, még aznap is, és folyamatosan, de azt gondoltuk, hogy akkor egy ilyen együttes megnyitót tartunk. A péntek pedig a sport jegyében telik. Igen, tulajdonképpen sportos dolognak is nevezhetjük azt is, hogy az óvodák, mind az önkormányzati és mind az evangélikus óvoda egy nyitott szüreti programmal várja a gyerekeket, ahol versenyek, kézműves foglalkozások. Azt hallottam, hogy ilyen szőlőtaposástól kezdve minden lesz, úgyhogy mindegyik óvoda bármilyen vendéget, családokat vár nagyon szívesen. Ugyanebben az időben délelőtt az iskola pedig már a vadkerti tón tartja a sportnapját, ami délután 2 órára a városi, illetve családi sportnappá alakul át. Erre is ugyanúgy szeretettel várunk mindenkit, és itt lesz este a Kavalkád Rock Bandnek egy koncertje. Szoktuk mondani, hogy kifulladásig, nyilvánvalóan ameddig élvezi a nézőközönség. A délutáni városi sportnap az milyen jellegű lesz, mit kell róla tudni? A városi sportnapon futás és túrázás szerepel a programban. Most fog még egy külön felhívás erre elkészülni, amiben szerepelni fog, hogy szeretnénk, hogy azért így előzetesen minimum névvel jelentkezzenek az emberek, ugyanis emléklappal készülünk, minden résztvevő vacsorát fog kapni, és emiatt azért jó lesz előre tudni a létszámot, és ezt a felhívást majd az interneten fogja mindenki látni. De gondolom azért a helyszínen is lehet jelentkezni, az nem kizáró. Helyszínen is természetesen, persze mindig rászámolunk ezekre a dolgokra, csak hogy mégis legyen egy körülbelüli létszám. Merre felé fognak túrázni? A tó körül.
Tehát a tó körül lesz a futás is, és a túrázás is, ezt pont az elmúlt hétvégén szombaton egyeztettem a sportbarátokkal, ugye a Vepercsanyékkal, ők segítenek nekünk ebben, és azt beszéltük meg, hogy mind a futás, mind a túrázás körülötte legyen, mert félő, hogy a túrázásban nehogy valaki eltéved, és azt meg nem szeretnénk. Említetted, hogy a Városi Sportnapban már van segítőtök, mégpedig a Sótvatgerti futók azok, akik vállalták, hogy segítenek a szervezésben, de gondolom, hogy ők azért még kevesen vannak. Vannak más segítőitek is? Ők is azért elég sokan vannak, de persze mindenki dolgozik, illetve a szüretben vagyunk most, és ezért szeretném itt elmondani, hogy nagyon-nagyon várjuk a középiskolás közösségi szolgálatot teljesítendő fiatalok jelentkezését, mind a pénteki sportnapra, mind a szombat-vasárnapi fesztiválon, tehát folyamatosan várjuk azoknak a jelentkezést, akik szívesen segítenének mind a három nap alatt. Itt a művelődési házban Szamosiné Dalma kolléganőm, illetve én osztjuk be, hogy ki, mikor, hova tud, illetve szeretne jönni segíteni. És miben tudnak ők segíteni? Hát például a sportnapon akár ott a regisztrációnál, az emléklapok, Bianco emléklapok lesznek, Filztollal írjuk majd rá a neveket ebben a ráírásban, a kiosztásnál is, hogy legyen, aki ott odaadja a kezünkbe, hogy most ő kicsoda, akkor szombat-vasárnapon itt a téren, információs sátorban náluk ott lenne a program, információt adnak, hogy az emberek mit hol találnak, és igazából ehhez hasonló, tehát ilyen olyan dolgok, amiket a középiskolások is meg tudnak csinálni. De gondolom nem kell személyesen bejönni, jelentkezni, hanem lesz más lehetőség is erre. Igen, mindenképpen a közösségi oldalon is szeretném még megkérdetni, hogy van ilyen lehetőség. Tudom, hogy nyáron szokták jobban ezeket a gyerekek így úgymond letudni, de mindenképp örülnénk, hogyha azért itt a fesztiválon is lennének segítőink, és akár ott a közösségi oldalon is nekem írhatnak, vagy a mufaszkukac.soltvatkert.hu-ra, vagy aki már a telefonszámomat is tudja, vagy a városi honlapon fenn is van, a műfázas telefonszám azon is ide szólhat. Pénteken lesz még valami, azt hiszem, hogy befejeztük a koncerttel, akkor most térjünk át a szombati napra. Igen, a szombati napon reggel szántóbemutatóval, csettegő találkozóval és hagyományos szürettel indul a program a Sárközi tanyán, ugye Kincselymesben. Sokan úgy ismerik ezt a helyet, hogy a Sárközi tanya ott, ahol a polgárőr báli, illetve nyári polgárőr vacsora szokott zajlani, úgyhogy azon a helyszínen van. Új helyszín. Igen, új helyszín. Korábban az utóbbi néhány évben már a Büdös-tó mellett volt, de most átköltözünk ide a Sárközi tanyára, teszünk egy kis változatosságot itt a rendezvénybe. Amikor föltettük az előző interjút, akkor két komment is volt hozzá, hogy hol lesznek a szombati és vasárnapi programok, hát hol lennének itt a főtéren? Igen, a szombat délután már itt folytatódik a Hősök terén, a művelődési ház mögött. Egy órakor már bográcsos főzőversenyre várjuk az érdeklődőket, amiről szintén egy külön felhívás még fog készülni, hogy a csoportok összejöhessenek és időben készülhessenek. Majd pedig 14:30-kor elkezdődik a szabadtéri színpadi műsor. Nagyon sok helyi jelentkezett fellépni, illetve helyi kötődésű zenekar, vagy bármilyen fellépő, ezért már 14:30-kor el kell, hogy kezdjük. De a Bor utca megnyitója maga az első műsorszám után 3 órakor lesz. Az ilyen megnyitókon azért részt szoktak venni országgyűlési képviselők, vagy hív a település valakit, aki prominensebb a dologban. Itt Sótvatkerten ki fogja megnyitni a fesztivált, vagy a Bor utcát? Tulajdonképpen ez maga a fesztiválnak is a megnyitója, ugye a szombat-vasárnapnak inkább, de mondhatjuk az egész megnyitójának. Erdős Norbert, Európa parlamenti képviselő fogja meghívni, akit dr. Kerényi János szervezett le. És akkor ugye elindul a fesztiváli hangulat, a színpadon megy a műsor, beindul a Bor utca és a szüreti kavalkád. Igen, szombaton egészen 5 óráig hallgathatjuk, illetve nézhetjük a színpadi műsort. 5 órakor a helytörténeti gyűjtemény átadása következik, ugye, ami a régi művelődési házban kapott már helyet. Ott is egy kis műsorral készülünk, illetve egy megnyitó beszéd lesz. Ez is úgy tudom, hogy még szervezés alatt van, a jegyzőasszony intézi, hogy ki fogja megnyitni. És aztán visszajövünk ide a színpadhoz, ugyanis 6 órakor a Gimes ad koncertet.
majd átállás következik a színpadon, és az átállás végeztével 8:30-kor megtartjuk a tűzi játékot, és egyből utána 9 órakor már a Péter Fibori és a Love Band zenél a színpadon. Majd amikor ennek vége lesz, akkor Schuller Máté diszkóját élvezhetjük éjjel 2-ig, tehát szigorúan éjjel 2-kor a vendéglátó sátraknak is be kell zárni. Ilyenkor rengeteg civil szervezet állít sátrat itt a főtéren és várja a vendégeket. Idén, hát most gondolom a teljesség igénye nélkül, kik azok, akik itt sátrat állítanak és készül. Igen, hát a vendéglátósokon kívül sok civil szervezet lesz, akiknél ezt azt lehet majd kóstolni. Többek között a Lovasklub, a Kossuth Vadász Társaság, az újonnan, meg a újjá alakult, így kell mondanom, és én is részt veszek benne, női kézilabda szakosztály, a Soltvadkert jó itthon csoport, a terepjárós szakosztály, ha jól tudom, a birkózó szakosztálya közösen, tehát vannak ugye állandó részvevők, akik már korábban is, és vannak újabbak is, a cigány nemzetiségi önkormányzat, úgy nagyjából felsoroltam, de elnézést kérek attól, akit esetleg kihagytam, mert ez így fejből kicsit nehezebb. Minden Soltvadkerti borász kijön a fesztiválra, a boraival? Boraival a galántai pincészet érkezik, a Frittmann borászat, a font pincészet és a lantos borászat. Ezen kívül még a siszlerék borral és pálinkával is érkeznek, a szekeres Sándor jön pálinkával, valamint szörpel a Molnárnékárász Rita, lesz még gyümölcsbor is, folyamatosan még szervezők, még most is vannak jelentkezők, de már most így az kell, hogy mondjuk, hogy telítődik, még várjuk Nagyenyedről is a visszajelzés, lehet, hogy onnan is borász fog érkezni, és itt is elnézést kérek, ha valakit kihagytam. Akkor áttérhetünk a vasárnapra, hiszen ott van a fesztivál csúcspontja, a felvonulás előtte. Mi történik? Délelőtt 8:30-kor a Római Katolikus templomban lesz misa, majd pedig 10 órakor a közös, illetve nem közös, a protestáns egyházaknál lesz istentisztelet, majd pedig délutántól indul a 2 órakor a színpadi műsor, és 3-kor a felvonulás az Öregtó vendéglőtől, ami majd a kocsik 5 órakor fognak beérni a központba, de ez előtt, ugyanúgy, hogy 2 éve a szüreti kavalkádot szeretnénk megszervezni, az elején babakocsisokkal, kismotoros, kistraktoros gyerkőcökkel, illetve a különböző fellépők is, akár a Főnix Tánciskola, a Nagyenyediek, a Odelszauzeniek, mindenkit szeretnénk, hogy vasárnap újra beöltözön a fellépő ruhájába, mi saját kis néptánccsoportunk is, ami a művelődési házban működik, mindenkit szeretnénk, hogy most ilyen menettánc nem lesz, tehát úgy néz ki, hogy a táncosok nem jöttek össze, de gyalog, integetve, énekelve ki, hogy szeretne, mindenkit szeretnénk, hogy itt a Kossuth utcán 4 órától 5 óráig felvonuljon, és akkor 5 órakor érkeznek be a kocsik. De közben azért a színpadon is zajlanak a programok, vagy csak a felvonulás után kezdődik? Felvonulás előtt lesz már, 2-től 4-ig színpadi műsor, miközben a felvonulás zajlik, nem teszünk a színpadra műsort, úgyis mindenki a felvonulást nézi, és majd amikor annak vége lesz, elkezdődik az Ocsó Macsó zenekar színpadra pakolása, és ők 7 órakor adnak koncertet.